A tavaly szerzett bronzérem után ismét az élmezőny célozta meg a Sunshine Nyíksa az NB2 keleti csoportjában. Az alapszakaszban nagy versenyfutás volt a nyíregyháziak, a Cegléd, a Deac és a Szolnok között. Az utolsó fordulóban Békésen 81-71-re nyert a Nyíksa. Kovács Tibor együttese 23 győzelem mellett mindössze 3 kis különbségű vereséget szenvedett, így ezzel a teljesítménnyel a második helyen zárt a bajnokságot csoportjában. Előzetesen azt reméltük, hogy az élmezőnyben fogunk végezni. Úgy is gondoltuk a játékos állományunk, hogy fokozatosan erősödött és kialakult ez az egységesnek mondható csapat. Az első néhány forduló után már alapvető cél volt az, hogy szeretnénk a négy között végezni. Ez reálisan elmondható volt az ellenfelek játékerejét, illetve a mi játékerőnket figyelembe véve, illetve az eredmények alakulása folytán. Utána fokozatosan jött meg az étvágyunk. Én azt gondolom a realitást talaján maradva, hogy ez nagyon szép teljesítmény. Nem mondom, hogy erőn felüli teljesítmény, de azt az teljesítményt, amit úgy elvárható a csapattól, én azt gondolom maximálisan hoztuk. A csapatkapitány szerint a rutinos játékosok és a fiatalok a pályán, valamint azon kívül is jó közösséget alkotnak. Nagyon kis összetartó jó brigád vagyunk, ugyanis az öltözőben is megvan az a fajta csapatösszetartás, csapatszellem, illetve az öltözőn kívül is, ami ezt a teljesítményünket igazolja. A második hely azt is jelenti, hogy a nyíregyháziak tovább játszhatnak az NB1B-be jutásért. Az első körben a közép-A csoportban győztes Újpest megyeri Tigrisek együttese lesz Kovács Tibor csapatának ellenfele. Számtalan magyar rutinos játékos, akik már az NB1-es légkört is nagyon sokszor megtapasztalták, illetve hát az NB2 szabály lehetővé teszi több külföldi játékos szerepeltetését, és az ellenfélbe 3 szerb rutinos játékos van, akik nagyon meghatározóak ebben a csoportban. Az újpestiekkel a kuparendszerű párharc 2 meccsét a jövő héten játsszák le a nyíregyháziak. A továbbjutó bekerül a 4-es döntőbe, amely a feljutástól dönt majd.